azért mindenkinek ért sok. Köszönjük a könyvtárnak, hogy befogad minket a kis beázott sarkába a szegény, és nagyon aranyos a Mándi Judit, hogy eljött ide. Mondta, hogy ő hát nem nagyon jönne sehova, de hát jó, Iván, és akkor jó, jó, na, jó. Tehát így sikerült el csalni Mándi Iván miatt. Két dolgot mondanék előjáróban. Először is, Miklósnak van, ez a megevett Mikulás szegény Fagarasi Miklós barátomra emlékeztet, aki tavaly itt volt, az egyik leglasszabb beszélgetés volt. Sötét felvétel sikeredett, de az egész felvétel tök sötét lett, és mindenki azt mondta, hogy az egyik legjobb volt, mert annyira klassz volt a Fagarasi Miklós. És neki ma van a Miklós névnapja, és már nem lehet itt, de ugye fölülről valahol valami mennybeli korsó sörrel nézeget minket. Szerintem Soproni Démonnal, mert az volt a Miklós kedvenc sörre. Soproni Démon. És december van, Mándi Ivánnak is decemberben van a születésnapja, majd valamikor később, nem pont ma, karácsony után. Tehát azért azt mondom, ennyi bevezetőt gondoltam. És ez volt az egyes. És arra azt gondoltam, hogy akkor én szerintem annyi helyről tudtam volna elindulni, én kitaláltam ezer helyet, hogy megről indítunk, és végül rájöttem, hogy a Fagarasi Miklós mindenképpen, Miklósnak nincs mese, akkor ugye ahhoz hozzájön a december a Mándi Iván, és akkor viszont meg lenne az első kérdése így. Hogy élte meg az Iván azt, hogy a Szent Iván, hogy neki Szent Iván név volt? Hogy, hogy Iván lett a neve? Hát, hogy Iván lett a neve, és akkor Szent Iván név az egy ilyen varázslatos nap. Több vonatkozása is van ennek. Na, erre nem készültünk. Egyébként hadd bocsásson előre, mindenkit szeretettel üdvözlök. Próbálunk egyre beszélni. Egy-két nappal ezelőtt leültünk, hogy megbeszéljük, miről fogunk mégis itt beszélni körülbelül, hogy én is felkészülhessek. És körülbelül három és fél órát jól elbeszélgettünk, és mindig megállapítottuk, hogy erről nem fogunk beszélni. És mikor már búcsúzott, akkor kiderült, hogy tulajdonképpen semmit nem beszéltünk. És így aztán szegény Judit számára a kérdések derültékből villanycsapások lesznek. Tehát én azt gondoltam, hogy ezt úgy lehet áthidalni, hogy egy kicsit gondolkodik rajta. Na tényleg magunkban nem rossz kérdés ez a Szent Iván ilyen dolog. Nem. Ivánt az édesapja akarta Ivánnak nevezni Turgenyev után, mert Turgenyev volt a kedvenc írója Mándi Gyulának, és így lett Iván. És aztán, ahogy növekedett, akkor Mándi Gyulának Kun Zsigmond volt egyik jó barátja, nem tudom, hogy ez a név, biztos ismert, híres néprajzos, 100 évet is túlélt, egy szép kort megért valaki volt. Tehát jó barátja volt a Mándi Gyulának, és fölháborodott, hogy lehet egy magyar gyereket Ivánnak hívni, és akkor elkeresztelték Jancsinak, és otthon Jancsinak. Ez szerepel a könyvekben? Igen. És hát így a Zsámbuki János név is végül is innen jött. Tehát a szüleinek, meg a barátoknak, Kun Zsigmondnak, Kun Zsigának így hívták a családba, csak Jancsi volt. Hallatszunk? Most nem szeretnénk azt, hogy utólag mondjátok azt, hogy nem hallottatok semmit. Hangosabban beszéljünk? Vagy nem. Most begyakoroljuk, hogy menjen, ne az legyen. Néha az volt ugyanis, hogy utólag mondták, hogy nem hallott semmi. Igen. És a másik vonatkozás Szent Iván napja? Hát akkor igen, az volt az esküvő. Akkor azért annyira nem volt rossz kérdés, igazán köszönöm. Én abban reménykedtem, hogy én túlzottan izgulok meg, mert túlzottan izgulok, de mondtam is a Juditnak, hogy majd ő segít. Hát azért mondjuk ez így nem rossz segítség. Az első kérdés az, hogy megvan oldva. Tél van, és tényleg valóban leesett a Köztársaság téren az első hó, ugye most második János Pál pápa tér. És én maga az, hogy a Iván, és akkor a Szent Iváné, és akkor valahogy eszembe jut, hogy van ennek valami méltósága az egésznek, és hogy a Mándi Iván, és itt egy fontos apróság, én Mándinak fogom nevezni, és az Ivánt meghagyom a Juditnak, mert kitaláltam azt, hogy én ne bizalmaskodjak, és hogy fogjuk nevezni, és az is egy jó, talán egy ilyen kis szabályokat nem átjátszani, hogy én mondom azt majd, hogy Mándi, és akkor nem Ivánozom le szegény Ivánt. Egyébként, amit ő hagyott, de
következő, hogy ezek az ünnepek, meg sok fájdalmas szépség, és én emlékszem arra, hogy a papám, mikor munkanélküli volt, úgymond racisták, ez azt jelenti, hogy racionalizálták 56 után, akkor ő szépen felvette reggelenként az öltönyét, lefeküdt, és én ki kellett húznom az öltőnadrágját, hogy szép egyenes legyen, és egy idő múlva, amíg őszült ott az ágyon olvasgatás közben, akkor húzogáltam egy kicsit az ősz hajszálait. Hogy tulajdonképpen nekem ez a fajta öltöny, az a fajta magaviselete, hogy a Mándi Iván Budapesten élt, az mindig olyan volt, mint egy ilyen csendes, nagyon-nagyon leheletfinom tüntetés. És ennek jegyében én például politikai kérdést úgy gondoltam, hogy az teljesen fölösleges feltenni, hiszen akkor minek az ember egész életműve, hogyha utána elkezdjük primitíven megközelíteni. Viszont és ezt kérdésként valahogy majd kanyarintom, tessék, kérdésként fogja föl Judit egy néha kijelentéseimet, de hogy az elegáns ember csendben leül, csak hogy a hátában a kés. Tehát tulajdonképpen én Mándi Iván életművére valahogy úgy gondolok, hogy nagyon finom fogalmazások, aki bújt, aki nem, érti, nem érti, azt, hogy hát végül is a hátában a késsel ül az író elegánsan. Tehát olyan, hogy öt ember ül egy asztalnál, ott légy, nem tudom, és az a társaság, és akkor nagyon finoman fogalmazgatnak, senki nem beszél durvákat, senki nem szít senkit, soha, ez csúnya szó se, csak hátukban a kés. Tehát tulajdonképpen az a Mándi Iván az nem szokott kiborulni. Tehát én ezt úgy fogalmaztam, és itt van a mondat, hogy erőlködés nélküli méltóság. Kétség kívül egy nem politizáló író volt már, ami nyilvánosság előtti kijelentéseit, vagy beszélgetéseit, vagy az interjúk során adott válaszait, vagy tehát azokat a témákat soha nem érintették a nyilvános beszélgetések során, de hát azért baráti körben volt, szűkbaráti körben, mondjuk ha ez az öt ember, amit említett, együtt volt, természetesen volt vélemény. Az írásokban is ott van, csak? Hát burkoltan, igen, burkoltan. Hát ezt mondjuk az 50-es években eléggé a szemére is vetették, hogy nem foglalkozik a jelen valóságával. Tehát örültek volna, hogyha szocialista társadalom fejlődésével, és nem elég optimista, és nem foglalkozik a munkásosztály, és egyébként az életével, és nem innen veszi a novelláinak a témáját. Szóval ezért nagyon sokszor... A legsötétebb, amit olvastam, az egy nagyon finom és nagyon kedves ember élete egy nagy tévedése, aki azt írta, én annak idején olvastam egy beszélgetés miatt Mándi Imáról egy csomó ilyen kritikát, meg írományt, hogy hal metafizika. Yeah. És ez azóta megmaradt bennem, hogy valahogy így a halak, meg az akvárium, így elgondolkodik. A víz alatti világ, szóval nem a valóság, hanem a víz feletti valóság. Igen. Én annak idején erre nagyon büszke vagyok, azért merem ugyanis, hogyha én a Juditot elhívom ide, az nekem egy nagy kockázat és nagy izgalom, és az, ami az erőt adta ehhez, az, hogy a Mándi Iván maga eljött velem kétszer, háromszor, nem tudom, sokszor, mindenhová. Többek közt, amire nem tudom, hogy emlékszik-e a Judit, az iparművészeti főiskolára eljött az Iván, és ott én kénytelen voltam felkészülni és valamit elővezetni, és utána őbe csodálatosokat mesélt, imádták a diákok, tehát a 400 ember imádta, hát nagyon. És készültem neki egy valamelyik ilyen rare kis könyvéből, és mondtam, hogy ne ragudjon Iván, én azt kell mondanom, hogy Budapest, ezt ráhúzzák az emberre, és a Mándi Iván Budapest írója, de azért ezek nagyon pokoli írások ám. És utána féltem, hogy mit fog ehhez szólni, hogy most én itt véleményt alkotok, stb. És nagyon megölelt. És azt mondja, hogy még senki nem értette meg dolgai, és én akkor bántogottam föl, hát ez nem tudom hány éve volt, 30 éve volt, a Ménesi úton volt az Ötvös Kollégiumban, a Szörényi Laci-nak az óráján, ahol írók megjelentek, és Mándi Iván is eljött a kis galambszürke öltönybe, hogy tulajdonképpen
ez ami most itt ebből egy buta, ez el lehet mesélni, de hogy lesz belőle buta kérdés? Hogy viszonyult olyanhoz, ez a viszonyult szó is rettenetes, hogy ugye a Budapest írója, de közben azért ő igazából valami lidérces. Tehát, hogy nem úgy Budapest, hogy házak, meg utcák, meg Rádai Mihály, meg jó, az élményeit nyilván itt szerezte, mert nem nagyon hagyta el a várost, sőt, mondjuk Pestet sem nagyon, mert Buda, hogy hát egy ilyen legenda ki is alakult, már egy kirándulás volt számára, meg hogy a Soroksári úton már honvágya volt, igen, ilyeneket szoktak volt mondani. Nem beszélve a külföldi utazásokról, hát volt néhány, de nagyon ritkán. Hát többnyire a Juditnak a erőteljes beavatkozásában, nem? Hát igen. Hogy finom legyen. Igen, próbáltam, igen. Bécsi, odáig szívesen jött. És a London? Hát az egyszer volt, igen. És az igaz az, hogy a könyvekből, ahogy kiböngésztem, hogy a Mandin hát nem nagyon mozgott Londonba, tehát vagy valamennyire sikerült neki a... Hát ez úgy volt, hogy ugye elég nagy város, és metró nélkül nem nagyon lehet közlekedni, és hát ő nem ismerte ki magát a metróvonalakon, szóval egyedül nem tudott közlekedni. Hát azért a fontos dolgokat jött megnéztük, de azt minden nap meg kellett tenni, hogy az Oxford Streeten volt egy olasz kávézó, és hát oda be szeretett ülni egy-két órára, és akkor miközben mi, hát a barátainkkal voltunk, úgy értem, amit elmentünk valamit megnézni, és akkor Iván addig ott üldögélt, visszamentünk érte. Ezek szerint az egy erős költői túlzás, nekem egy barátom ezt már ilyen legend. Ivánnak majdnem minden, Mandinak majdnem minden ilyen legendává módosultak a dolgai, hogy valaki erre nekem azt mesélt, hogy a Mandi Ivánt a felesége nagy nehezen elvitte Londonba, hogy beült a szállodába, és nem nagyon lehetett kivonszolni. De mondjuk ez annyiból tágítható, hogy egy kávéházig. Kávéházig el lehetett vinni, és akkor jött délután a másik probléma, mert ő megszokta, hogy délután mindig lepihent egy-két óra, inkább csak egy órára, fél órára, de ahhoz Londonban is ragaszkodott. Tehát a belvárosból akkor mindig haza kellett kísérni a szállásunkra, akkor lepihent, és akkor egy óra múlva megint érte, mentünk, és akkor úgy folytattuk a napi programot. Szóval ott is ragaszkodott a megszokott életritmusához, meg szokásaihoz, hogy délelőtt azért egy kávéházba megkávézni, ebéd után lepihenni. Igen, nem, ezen nem tudott változtatni külföldön sem. Ez az utazós dolog, az egyrészt eszembe jutatja édesapám testvéreit, aki soha nem volt a külföldön, illetve hát hadifogságban. És azt mondták, hogy neki Dániában volt a legnagyobb utazásuk, a világháború volt egy nagy utazás. A papám például se háború után soha nem volt külföldön, nem is volt neki útlevele, és szerintem nem is kapott volna útlevelet. Úgyhogy, és akkor nekem a Mandi Iván azt mondta, hogy utazzak. És mondom, hát én nem nagyon szeretnék utazni, szóval hát Londonról írsz, menjél le Londonba, legalább egyszer. És én, na most nekem ebből a szempontból tanulságos az, hogy ő mondja nekem, hogy utazzak, akit hátizsákba kell vinni. Ez egy ambivalens dolog volt, mert ugyanakkor, amiket látott, például elmentünk Cambridge-be, megnéztük egy-két kalicsot, és ott majdnem elsírta magát, ahogy látta a diákok ottani életét, hogy a Kemp folyón ott csónakáztak, és hevertek a gyönyörű zöld pázsiton, és sütött a nap, és ott olvasgattak, és tanultak. Ez egyszerűen, és ott azok a gyönyörű épületek kívül, belül, tehát ez annyira megfogta, és tehát borzasztóan fájt neki, hogy ő valahol kimaradt egy ilyen életből. Tehát azért mondhatta nyilván magának, hogy hát az jut eszembe erről, hogy én egyszerűen elkezdtem gyűjteni a Harry Street skót zakókat, és elmentem a mamámat meglátogatni, hogy mit szól hozzá. És a mamám megsimogatott, adott egy puszit, és azt mondja, igen, édesem, nagyon szép ez a zakókár, hogy már nincs hozzá ország. És hogy most körülbelül ez lehetett az érzés, ami ott volt, hogy talán a Mandi Iván azért félt elutazni, mert nagyon erősen az ország volt. Olyan, mintha testileg ő lett volna az ország, és összeomlik, hogy itt mi van. Összeomlik, ha látja az összehasonlítás, ugye vélelmetes. Hát a másik meg, hogy ő neki azért nagyon kellett valami biztonság, valami állandóság, és azért az utazás során ez nincs. Tehát hát, ott azért utazik az ember, hogy minél több váratlan benyomás érje, és ő ezt nem ez az állandóság. Én azt mondtam, az egyik dolog, amiről azt mondtam a Juditra, hogy hát na ez, amiről nem lehet beszélni, de hát annyira,
adja magát a dolog. Volt még egy legenda, nem tudom, ezer legenda körül, hogy a Tamándi Iván elvett valami medikát. Valami, nem tudom, rettenetes, nem tudom, ezer évvel fiatalabb a Tamándi, hát az 350 éves, az tudom, maga a bolygó zsidó, ilyen tudom, tehát és akkor ez valami medikát elvett, és ezt félelmetesen irigyeltem. Hát most egy gyerekek mondom, a Mándinak az élete kész, ő elintézte, ő profi, a tökéletes. És ezt akartam megkérdezni, amit én valamennyire tudom, hogy ez lényegében igaz. De hogy medika volt még a Judit, vagy már elvégezte? Ezt pontosítsuk. Nem végeztem, még szakvizsgálat voltam. Na, úgy satszoltam, hogy nem, mert azért a medika erős túlzás. Az egyetemet már. Tehát elvégezte azért, na tessék, a legendát pontosítottuk. Ez fontos. Fontos, meg ugye már gimnazista lett volna nem sokára, tehát én az már úgy fog, már nem sok Judit, még pár év, és már gimnazistává módosult. Tehát, és akkor jön az Iván, aki gimnázium előtt leskelődő. Következő. Egyébként az nem állt volna tőle távol. Na most semmi ilyesmi leskelődés. Ezzel a házasság dologgal kapcsolatban én nem eltévedtem, hanem még ez a kézülésen belül van. Tehát még tartom a vonalat. Pár évvel ezelőtt én véletlenül valahogy oda kerültem, talán az Alessandra pódiumra, Györe Balázs, Rába Gyuri bácsi még élt, és ott, és a Körösi P. Zoltán ült ott, és a Judit ott volt, és akkor én nagyon izgultam, hogy elmenjek, Mándi Iváról kellett beszélni, és azzal készültem egy mondattal, hogy a Mándi Iván nekem súlyosan javasolta, hogy nősüljek meg. Ezt a Spartacus Presszóban mondta nekem. Már az nincs, ott egy undorító kávéház utánzat van. Azt mondja, a bandikám azt mondja, nősülj meg mindenképpen. Nekem is életem egyetlen döntés, egyetlen helyes döntése volt. Tehát, most le szeretnék kicsit lassítani ennél a témánál, hogy én nem nősültem meg, próbáltam, de valahogy hülye voltam, nem sikerült. Tehát nyilvánvalóan egy ilyen professzionális mester is a évtizedeket kellett arra várnia, és akkor viszont elé találat. De erre mindenki azt mondja, hogy ezt én olvastam 30 helyen, hogy a Mándi Iván vált, majd a tökéletes házasság, és jó napot kívánok. De hát bocsánat, egyszerűen ez a helyzet. Na most erre az jól kell kérdezni. Elviselhető volt az a Mándi Iván? Olyan értelemben jó, nem úgy, hogy mindig, persze, á, hosszú távon igen. Persze, na de én megmondom, hogy gondolom, hogy mondjuk az író, és ő főleg ő, hát elég erőteljesen ugye magával. Hát egy önző ember. Ezt akartam finoman, igen. Tehát, hogy tulajdonképpen hogy lehetett úgy kibírni vele, hogy van is, meg nincs is. Tehát, hogy... De hát azért volt. Tehát magad elég idejük arra, hogy a ketten... Én tudatában voltam annak, hogy kihez megyek hozzá, hogy nem egy polgári foglalkozású emberhez, hanem egy művész emberhez, akinek nyilván biztosítani kell a munkához való, hogy is mondjam, teljes nyugalmat. De ő szinte csak az érdekelte. Igen, hát nyilván az írásnak volt minden szempontból a prioritása nála, és ezt tudomásul kellett venni. Tehát abszolút nem volt olyan polgári személy, hanem a klasszikusan, majdhogy nem egy alternatívként, ő írt. És tudomásuk kellett menni, hogy vele nem lehettek, mikor még fiatalabb voltam, mondjuk én szerettem elmenni egy szórakozó helyre táncolni, azt vele nem lehetett, meg nem lehetett külföldre menni, gyakran utazni, hát szóval nagy rábeszélés, meg nehézségek ára lehetett rávenni, hogy valahova együtt elmenjünk. Tehát ezeket tudomásuk kellett venni. Na jó, de mennek az évek, és tulajdonképpen az embernek az ura, ez a csúf kifejezés, ura, férje, az hát ír. Én nem tudom, én valahogy úgy gondolok, azzal próbálom mentegetni az én elromlott életemet, a két kapcsolatomat, hogy hát a végül csak rámentek arra, hogy én az írással foglalkoztam, és a Mándi Iván én meg nem ment rá. Tehát mellette valaki kitartotta. Hát igen, ez nyilván a másik, tehát a partnertől is függ, hogy ki tud olyan kompromisszumot kötni, hogy felvállalja ezt az életformát, és felvállalja ezt a szituációt, hogy... Tehát Andori Dezső például azt mondta egyszer nekem, hogy ő nem akar senkivel beszélgetni. Ültünk ez a Dunapoharazóba a Tandorival, és ő azt mondta, hogy ő ne hallgulj, aztán apám, én nem akarok a palinkkal beszélgetni, nem érdekelnek engem, ahogy vannak. Ha velem akarnak beszélgetni, akkor beszélgessünk a könyveimről, hogyha azt nem olvasták a könyveimet, akkor tök nem érdekelnek, mert én a könyveim vagyok.
Na most, az, hogy a Tandori imádta a Mándi Ivánt, az azért nem véletlen, mert van ebben egy hasonló, csak a Mándi nem szokott ennyire durván. De mondjuk ő se volt azért puha, de ilyen durvákat nem mondott, de a Tandori is egy nagyon őszinte ember ezzel a mondattal. Igen, az Iván is azért úgy meghatározta, behatárolta, hogy kivel hajlandó érintkezni, barátkozni, egy társaságban összejönni, tehát azért ez nálam. És a könyveik, mondjuk azt, hogy a könyveit ismerte vagy nem ismerte valaki? Hát az nem. De azért az érdekli ez nyilván. Ez így, ahogy a Tandori mondta, ez nála így nem volt szem. Ő azt mondta, a Tandori egy szó szerint azt jelentette ki, hogy ő egyáltalán nem érdekli semmiféle beszélgetés, hogyha az illető a könyv, nem a könyveink keresztül közelíti őt. Nem, ez így. Ugye ez nagyon kemény, ez már. Most még egy dolog, Bátki János nem tud itt lenni a Mándi Ivánnak, van egy mesebeli fordítója New Yorkban, Bátki Jancsi, John Bátki. Úgy volt, hogy ma este itt lesz, és egyébként beszélgettünk vele. Itt az idei egyik beszélgetés volt, és most nem tud eljönni, mert Németországból valami ritka vendége érkezett, de nagyon sok dolgot tanultam tőle a Mándi Ivánról, többek közt ugye elmesélte nekem azt, hogy én tudtam azt, hogy a Mándi Iván moziban volt az élete utolsó éjszakáján, ugye egy fantasztikus, csodálatos az is, hát ahogy a társválasztása, úgy az a távozása is ilyen tökéletesnek mondható, de elmesélte olyan dolgot nekem, hogy ő elvitte, megmutatta a Mándi Ivánnak az ő szülőházát az Aradi utcába. Elsétáltak az Aradi utcán, este volt a mozi után, tehát még a mozi után volt egy séta, és akkor a Mándi látta, hogy sok autó van ott a utcán, és oda szorult a sok autótól, nem lehetett menni a járdán. És akkor az Iván azt mondta, Mándi Iván, hogy látod, öregem, a falhoz lapulok. És nem, ez tényleg gyönyörű. Hogy ez mennyire Mándis volt, hogy ez mennyire Mándis volt, hogy falhoz lapulok. Falhoz lapulok. Na de Judit, hát ez megint csak hasonlott, ugye a társválasztás... Mert tulajdonképpen két este volt, az első, és érted, a halálom előtti napon voltunk a Titanic Fesztiválon, a Toldi Moziban, ahol Basztár két filmeket vetítettek, olyan filmeket, amiket még soha, tehát akkor egy-két évvel az előtt találtak meg, és igen, és ezeket ott levetítették, és hát ez egy nagy szenzáció volt, és ő neki nagy kedvence volt a Buster Keaton. És ott voltunk a keresztlányommal, aki itt van közöttünk, Szilágyi Ágival, hármasban, igen. És a következő este pedig elmentünk vacsorázni a Jánossal, melyik utca az ott a Király utcának egy mellék utcája, egy Off-Off Broadway nevű kis étterem volt. Nagyon, akkor kezdtek... Akkor kezdtek nyílni ezek a kis maszek éttermek, és ott vacsoráztunk. És nagyon jó étvágya levett, még emlékszem, még levest tettünk második fogást, és ő még azt mondta, hogy olyan finom volt a karfiol leves, hogy ő desszertnek is karfiollevest fog kérni. És én mondtam neki, hogy hát ez micsoda a dolog, hát nem való, meg megszólnak meg. És őt nem érdekli, ő karfiollevest kér a desszert helyett is. És akkor tényleg még egy adag karfiollevest elfogyasztott. És olyan kellemes október eleje volt, olyan kellemes október, olyan nyártó idő volt szinte, kellemes, langyos éjszaka. És az közel van a Jókai utcához, ahol régen az Gyár utcának hívták, ahol a legkisebb gyerekkorát töltötte, tehát amikor megszületett, utána oda került, oda vitték haza. És akkor azt mondta Jánosnak, hogy gyere, megmutatom, hogy melyik házban laktam kisgyerekkoromban. És akkor elsétáltunk a Jókai utcába, és még az ablakokat is mutatta, hogy ablakok, ahol ők laktak. Hogy ezt hogy átírtam magamban, mert emeleten. Hát átalakítottam, igen, magának volt ott. És akkor szépen hazasétáltunk, és nagyon jól éreztük magunkat, semmi rossz közérzet, vagy fenyegető tünet, semmi. És akkor éjszaka aludt el, igen. Ez valami olyan hihetetlenül gyönyörű volt számomra is, hogy én nem vagyok egy misztikus,
lény, vagy nem nagyon hiszek ezekbe a misztikus dolgokba, de ebben tényleg volt valami, mert nem járt, tehát nem szokott arra felé sétálni, nekem sem mutatta meg addig még soha azt a házat, vagy nem mentünk el ugye együtt, hogy megnézzük. És pont a halála előtt volt egy ilyen gondolata, hogy megmutatja ezt. Most van nekem valahogy úgy alakult, hogy ilyen nagyon sok furcsa módon kapcsolatunk van. Az egyik ugye a papa. Nekem nagyon korán elváltak a szüleim, és én is a papámmal maradtam. A mamám elköltözött, ott hagyott minket, és apám úgy mondta, itt maradtunk mi ketten a fiúk. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy a Mándi Iván is a papával indult, a Mándi Gyulával, élte az életét ilyen furcsa kis szállodákban várakozott, amikről fantasztikus írásai vannak, hogy a szálloda bolyókkal beszélgetett, a liftes fiúkkal beszélgetett, amíg a papa a szerkesztőségébe mászkál. Hát ez az egyik kapcsolat. Judit ahol akar vágjon bele az egészbe. A másik meg az, hogy ugye hát én valahogy, ahogy felnőtt, reggel koromban eladtam édesapám lakását Budán, és átmentem Pestre, és a Népszínház utcába kerültem, ahol pedig Mándi Ivánnak a közvetlen világába. Tehát, hogy ez a például én erről a Gyár utca dologról nem emlékeztem pontosan, hogy mikor ment Telegi térre. Hát ez úgy volt ugye, hogy amikor a szülei elváltak, akkor költöztek ki abból a lakát. Illetve még azt hiszem, pontosan nem nagyon lehet tudni, mert ezeket kicsit úgy magába zárta ezeket a gyerekkori emlékeket, csak néhány mondatot mondott időnként. Szóval nekem is úgy kell összeraknom ezekből az emlékekből a történeteket. Tehát amikor elváltak, akkor nyaralásból Balatonról jött haza az édesanyjával, és akkor a papa várta őket az állomáson, és akkor bejöttek egy konfliktusba, és akkor ott közölte a mamával, hogy Jancsi jön velem, maga Ilonka pedig elmegy a Valiskához. A Valiska az egy nagynénje volt a mamának. Tehát a papa ezt így elrendezte, és akkor el is váltak, és akkor megnősült újra a papa. Tehát az Iván akkor elkerült, akkor mentek Gutenberg házban, egy rövid ideig ott is laktak, igen, ott lakott ez a bizonyos Valiska néni, és akkor oda ment a mamával, majd a papa is az új feleséggel ott hagyta ezt a Gyár utcai lakást, ott kellett hagyni, mert tönkrement, anyagilag tönkrement, sőt ennek a második feleségnek, aki egy nagyon gazdag ékszerésznek a lánya volt, annak a hozományát is elpucolta. És akkor kezdődött a szállodai korszak, akkor ugye onnan el kellett jönni az Ivánnak, meg talán a mamának is, a nagynénitől, tehát ott sokáig nem maradhattak, és akkor vette magához a papa, Gyula, és akkor kezdődött a Hotel Adria. Ez lehetett neki az egyik nagyon erős alap hangulata, ezek a homályos, egy maga a szállodákban mászkál a folyosókban, és beszélget itt ezekkel, igen, az az első. Na most itt ide kapcsolódik egy dolog. Hát a francia kulcs, ugye én most a gizi dologra gondolok, mert a francia kulcs akkor íródott, amit én nem tudtam. Hát mi az, hogy francia kulcs? Tudja-e valaki, mi az, hogy francia kulcs? Francia kulcs, ásítottam rajta, tehát még csak azt sem tudtam meg, hogy nem tudom. Most a Judit ehhez képest... Szóval sokan gondolják azt, hogy ez egy szerszám, mert azt gondoltam, hogy nem. Hívnak egy ilyen elég nagy durva szerszámot. A francia kulcs az egy olyan kis szerkezet, amit mások is, nem csak a szállodaportások, de hát az Iván esetében a szállodaportás arra használt, hogy a nem fizető lakók ajtajába a kulcs helyére, tehát akkora volt, hogy a kulcs helyére be lehetett dugni, betett egy ilyen francia kulcsot, amit csak ő tudott kivenni, a lakó nem tudott bemenni a szobába, ahol mi áll és a semmi, tehát amíg nem fizette ki a szállodai tartozását, addig nem tudott hozzáférni a lakáshoz. Hát ez volt a francia kulcs, és ettől mindenki rettegett, hát ők is többek között, mert hát a Mándi Gyula sem tudta mindig kiegyenlíteni a számlát időben, úgyhogy ez egy ilyen rettegés volt, hogy most beteszik-e a francia kulcsot, vagy nem. Igen. Igazából itt, hát ezt azt nem kellett volna kihagyni a francia kulcs történetet, még jó, hogy eszembe jutott, de
amire én is most gondoltam, ezekkel a Mándi Ivánnak a korai alap mélységeivel, az, hogy pár hónap ezelőtt az egyik ilyen mélypontomban éppen nem nagyon volt kedvem élni, egyszer csak csöngettek a fönt a lakásajtón verni, és akkor nekem nem működik fönt a csöngő, mert félek, ha fönbe csöngetnek, ezért nincs benne jellem, és elkezdték verni, és akkor meg különösen megijedek. De valahogy kimentem, és akkor postás jött, hát ez nagyon ijesztő, hát attól féltem. És akkor a postás átnyújt egy csomagot, és hát kiderül, hogy a Judittól kaptam, és egy Mándi Iván kötet volt, ami hát egyből jobbra tett, javította a hangulatomat. Ma az a címe, hogy ma, nem tudom, ezt lehet-e kapni talán, ma este Gizéjének kell. Hát fantasztikus gyönyörű címe, ma este Gizéjének kell. Rögtön beültem a fürdőkádban, és elolvastam. Akkor döbbenten tapasztaltam, én tudtam azt, hogy a Mándi Iván háború előtt is már egy nemhogy létező, de elismert író volt, nagyon is nagyra tartott tehetség volt, de nem kispályás. Már akkor ő elindult, hát messze tudtak róla. De hogy 42-43-ban, tehát egy nagyon ijesztő időszakokban rengeteg újságba írt, és teljesen a kész Mándi. Na itt megint megcsapódtam ugye, hogy ugye az ember fejlődik, meg ezt meg azt tanul. Hát ugye itt jön az a közhely, amit mondtam, csoda tudja ki írt, a költő születik. Hogy sajnos azt kell mondanom, hogy a Mándi Iván, hát azokban az írásokban vannak olyanok, mint a kései legjobban. Hát nincs mese. 42-ben teljesen fiatal ember volt. Hát tulajdonképpen ő pontosan ugyanúgy írt, és jöttek ezek a különböző rendszerek. Én szerintem a Mándi Ivánban volt egy ősfélelem, és ez az ősfélelem aktuális maradt. Most voltak korszakok, amik igen, ezt kicsit felerősítették. Hát olyan korszakok jöttek, hogy hát tulajdonképpen lubickolhatott a nyomasztásba. Igen. És akkor ő ennek volt az írója, tehát tulajdonképpen egyrészt egy félelmetesen kafkai az egész. Csak én most valamiért nap gondoltam, hogy soha életemben nem jutott eszembe. Nagyon butaság és lehet, hogy teljesen hülyeség, de hogy nézegetem ezeket a szilánkokat, a cetliket, amiket ő egyre gátlástalanabb, a legjobb írásaiból nagyon gátlástalanul dobált, nem érdekelte. Neki volt olyan kritika, amikor ő maga írja, hogy azt írták róla, Mándi Iván a legújabb kötete helyett a jegyzeteit küldte el. Igen, és akkor egy idő múlva azt mondta, hogy jó napot kívánok, és akkor mi van? Hát megijedt gondolom, egy két napig, mondtam, szomorú volt, majd nem, két napig sem. És harmadnap ugyanúgy írt, és egyre bátrabban, hát én arra gondoltam, hogy az irodalmilag olyan, mint az egyetlen magyar purista. Hogy tulajdonképpen nagyon bátran szilánkok vannak összerakva, hát ezt nem is tudom, nem nagyon csinálta senki, mert itt Magyarországon kötelező megírni ugye a nagy regényt. Tehát azt mondom, hogy a nagy regény, aki nem ír nagy regényt, azt kérem, az itt nem rúg labdába. Tehát az, hogy kis dolgokat lakosgatunk, az nem. Nem, én pontosan tudta, hogy ez az ő útja, ez az ő stílusa, és erről ő nem akar letérni bárki ír, meg mondja. Én rengeteg kritikát olvastam volna, és hát fantasztikus hülyeségeket. Ő egyáltalán nem törődött ezekkel. Egy napig se. Hát biztos bántotta, de befolyásolni nem befolyásolta az egészet. És sokáig se bántotta. Lehet, hogy aznap rossz kedve volt, de sokáig nem. Hogy voltak neki fantasztikus feltámadásai. Tehát most itt tényleg 40 dolgot akarok kérdezni, vagy valamit megpróbálom beosztani. Hát az egyik. Volt egy színdarabja, a színdarab kísérlete, ez az úgynevezett mélyvíz, amire azt mondják, hogy hát az megbukott. Én nem tudom, hogy ez hogy bukott, mert mindegy, nem lett belőle nagy siker, az tény. Mert a Szinetár azt mondja, igen, ugye a Szinetár Miklós rendezte, akkor a Petőfi Színház akkor alakult, nem sokkal korábban, és a Szinetár művészeti vezető is azt gondolta, hogy ebből a színházból egy muzikál színházat csinál, ami akkor még nagyon új dolog volt, nem csak Magyarországon, de egész Európában is, és hogy magyar szerzőkkel fog darabokat iratni. Ugye az Egyszerelem három éjszakája is a Petőfi Színháznak készült, és akkor az Ivánt felkérték a Mévisz. Hát a Szinetár Miklós egy kedves, tehetséges ember, de hol jön ő egy ilyen avantgárd furcsa dologhoz, mint amiket az Iván csinált, hát semmi közben. De mindegy, szóval ezt nagyon szerette, ezt a darabot. Igaz, hogy megosztotta a közönséget, volt akik, hát én nem voltam ott, nem is ismertem az Ivánnak sajnos, hát elég keveset ment a darab, úgyhogy nem lett volna nagyon lehetőségem megnézni, de hát
azok, akik látták, meg mondom, a színetár is többször nyilatkozott, hogy megosztotta a közönséget, hogy volt, akik megállíthatatlanul tapsoltak és vastaps, viszont a fele a szünetbe elment a közönség. Igen, ez most is így van. És azt hiszem, hogy 7 vagy 10 előadás után, hát tulajdonképpen azt történt, hogy, a Senyei Vera a női főszereplő megbetegedett, és annyira, ugye nem volt sikeres a darab, hogy érdemes legyen ezt más színésznőnek betanulni ezt a szerepet, úgyhogy akkor inkább levették a műsorban. Azért ilyen óvatosan közelítettem, ezt már a Judit kitalálta, hogy innen eljutunk viszont a következő dologhoz, hogy hol van, ez megint Magyarországon egy csodálatos, szép kultúr legenda. Igen, nem csak, hogy ebből lett a Szabadíts meg a gonosztól. Igen. És akkor a Sándor Pál, az meg minden idők egyik legjobb magyar filmjein szerintem. Én nekem szívem csücske, tehát nekem a, nem tudom, az őrbe benne van a háromba. És ott akkor a Mándi ebből, ahogy úgymond mondjuk azt, hogy bukás, hogy akkor fel tudjuk jobban, tehát absztraktabban tudjuk ábrázolni, ebből a színházi furcsa, hát bukás, nem tudom, bénázásból, egyszer csak a Sándor Pállal lett egy kapcsolat, ott megtalálta a Mándi Iván a médiumát, a filmet, amit én máig azt mondok, hogy a Mándi Ivánnak rengeteg munkájából filmet kéne csinálni. A rádiójáték téma, hát abban a vitában vagyok mindenkivel, én nem rádiójátékra gondolnám én a Mándi Iván, bár a csodálatos színészek játszottak abban, és külön egy órát beszélgetés, mert halhatatlan színészeink tűnnek fel a Mándi rádiójátékokban, de mondjuk a Sándor Pál Szabad és meg a gonosztól, hogy boldog lehetett, ő bemehetett a kedvenc filmvilágába, ő, aki a filmek mániákusa volt, mehetett, bement a filmgyárba, barátkozott színészekkel? Nem. Hát megnézte, azért ki ment, tett látogatást, de nem. De hát ő egész életében a filmek szerelmese volt. És most ott van az, hogy filmet csinálnak egy munkájából, és nem mélyedt el a filmgyár világába? Nem, ez egy egészen más, külön világ. Szóval ő azt nem is nagyon szeret, idegesítette. Hát ez egy gyár, egy gyártás, ez egy egészen más dolog, meg más a mozi varázsa, amit ő is gyerekkorában megtapasztalt. És milyen viszonyban volt ott a Sándor Pállal, a színészekkel, Garassal, a társasággal? Meg ott nagy emberek voltak a barátokban. Nagyon jó, persze. De nem annyira baráti, mint ahogy ő nem barátkozni. Nem, szóval ott nem jöttek létre ilyen beszélgetések, vagy... És mennyi ideig volt ez? Mennyi fél évig, egy évig, meddig ment ez a... Mennyi időbe került, amíg azt csinálták azt a... Hát, hosszú idő volt? Nem, hát azért fél év. És meg ugye aztán utána ott van a régi idő focia. Nem. Először volt a régi idő. Először itt van? És mintha van egy harmadik is, azt hiszem, van egy harmadik, amit én viszont azt hiszem talán nem láttam. Valaki mondta, hogy volt. Nem, a film. Egyáltalán mással. A Sziget a szárazföldön, azt az Elek Juditről. Azt nem láttam. Aztán a Bán Robert a lányarcok tükörben. Aztán a Várkonyi csinálta a Csutak és a Szürke Rót. A Locsolókocsiból a Kézdi Kovácsolt. Szóval elég szépen megfilmesítették azért. Na most szóval, hogy tulajdonképpen én nekem a titkos vágyam az lenne, hogy valami fiatal filmművészeti főiskolásoknak odaadni a Mándi új sorozatát, most azért lassan szépen megjelenik az egész életmű, ha minden igaz, hát már minden végig megvan. Hogy tulajdonképpen oda kéne valami fiataloknak adni, valahogy jól elindítani őket, hogy nézzétek meg, mert tele van filmmel, tele. Most itt a második kérdés, hogy ami nekem egy picit így vitám sok emberrel, hogy ugye csodálatos színészek játszottak. Hát Magyarország, nem tudom, hát a vezető színészek, igen. A halhatatlanok a hangjátékokban. És én meg a múltkor ugye megbotránkoztattam, szerintem szegény Juditot, hogy csak nem lenyelte ezt nekem, nem háborodott föl. Én nem vagyok éve a rádiójátékoknak, mert én úgy érzem, hogy a Mándi Iván színes. És nagyon képszerű. És a rádiójátékok nekem egy picit, akármilyen zseniális színészek voltak, egy picit elszűkítik. Viszont itt pont egy olyan érdekes dolog van, hogy az életmű kiadáshoz kéne mellékelni a hangjátékokat, mert viszont az egy csodálatos dokumentumanyag, és jó lenne összeszedni, ez viszont így van. Hát igen, valami azért hangos könyvformában megjelent, tehát nekem a kedvencem a Hang a telefonban az a hangjáték, azt nagyon szeretem, az egész biztos, hogy megjelent, igen, azt lehet kapni. Egyébként én tényleg nem értek egyet magával e tekintetben, hogy a hangjáték... Nem, én nagyon várom a filmekre, tehát inkább beszélni. Annak idején, amikor hát ezek íródtak, nagyon kedves barátja, Kopányi György volt a dramaturga a rádió... Nem tudom, hogy hívták azt az osztályt,
ahol a irodalmi osztály, nem, nem az másnál, ahol készültek a hangjátékok. És hát egy Gyurka mindig ösztökélte az Ivánt, hogy most megint írjon, meg megint írjon hangjátékot, úgyhogy nagyon sok, vagy 25-30 hangjáték készült, és nagyon szerették a németek például, szinte minden hangjátékot lefordítottak, és Nyugat-Németország, igaz, az Süddeutscher Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk, ezek mind játszották, igen, az Iván hangjátékot. És ott voltak valami irodalmi kritikák, valami recenziók, ezek azok? Jó, igen. És úgy van, ezek meg vannak valami? Meg. Van egy nagyon furcsa élményem. Az Élet és Irodalomban írtam pár évig, valamikor nagyon-nagyon ősréken, és ott volt egy kedves nő, aki ott szerkesztő volt, és egyszer mesélte, hogy ő elment a Mihancsi Zsófia. Igen. És hogy ő elment a Mándi Ivánhoz, és felvett vele, azt mondja, én voltam most beszélgetni a Mándi Ivánnál, azt mondja, hát én is voltam, de nekem van 40 kazettám. Hát én elnémultam, elájultam. Most tényleg a Mihancsi Zsófia egy ilyen őrült anyagot? Egy ilyen életműinterjút, igen. És akkor napokig, hetekig ott járt és betöve? Többször, igen. És akkor ezt ezek szerint el van téve, valahol titokban van valakinél egy ilyen mennyiségű Mándi Iván mese. Van. Zsófi, hogy eltűnt. Meg videó is van. Tehát van csak hangkazetta, meg van videókazetta is. Azt nem ő csinálta. Talán az Erdődi Edit. Azt hiszem a videóban az Erdői. Az Edit beszélget az Ivánban. Most itt, ahogy tovább megyek itt a cetléjében, tanácsa, 9-es pont Mándi tanácsa. Én a legkedvesebb barátaimat megkérdeztem, hogy mit tanácsolnának nekem túlélésre. És ő az egyik, amit mondott, az volt, hogy sose védekezz. És akkor mondtam neki, de hát Iván engem nem bánt senki. És akkor nagyon-nagyon csodálatos volt, így elegáns, azt mondja, majd fognak. No, ezt örök életemre megjegyeztem. És utána ezt a két tanácsot kaptam tőle, az egyik, az a sose védekezzek. Ezt nehéz megállni, de tulajdonképpen, ha elkezdenék védekezni, rájöttem, hogy olyan hülye dilettáns. Valami rossz színe, tényleg igazam, teljesen igazabban elismerem. A másik az, hogy nősüljek meg, most már arra is rájöttem, hogy abban is igazabban. És ő azt mondta, hogy életem egyetlen, öregem, életem egyetlen döntés, egyetlen helyes döntése volt. Na most ezt már ugye bókoltam és mondtam, hogy ezt én nagyon megegyeztem, tőle van, nem én bókolok, ez az Ivántól van, hogy ez egy ilyen sikeres házasság, amelyet az ember nem is hiszi, de nem látunk ilyet ugye sokat, döbbenetes. Tekintve azt, hogy az Iván is olyan Mándi Iván is olyan családból jött, hogy ugye szétesett, nekem is elváltak 68-ban a szüleim, mindenkinek, én nem is tudok embert, aki így együtt, és akkor itt mosolyog a Judit, és egy tökéletes házasság. Köszönjük, ez gyönyörű. Hát igen, tulajdonképpen őnek nagyon rossz példa volt a szeme előtt a szülei házasság. Azt mondják, hogy akinek így szétesett, annak nem sikerülhet jó, de hát sikerülhet. Hát ugye egyrészt szétesett, és aztán utána, hát nem tudom, hogy ezt mennyire tudja, hogy aztán utána a papa visszatért hozzájuk, kérte, hogy csak 3 napig hadd maradjon ott, aztán élete végéig ott maradt, tehát gyakorlatilag egy lakásban laktak. És hát örök cívódás veszekedés volt a kapcsolatuk. Hát erről is lehet olvasni a novellákban többször is, több helyen. Tehát egy nagyon rossz házastársi, meg élettársi példa volt előtte, és ennek ellenére. Meg lehet kérdezni azt, hogy ismerték meg Ivánnal egymást? Hol? Igen, mi volt az a hangulat, az itt a helyzet? Egy irodalmár hölgynél, a Dániel Annánál, aki a szüleimeket, hát én is ott laktam még akkor abban a lakásban, a szomszédunk volt, egy kiváló író-műfordító tanár, nyelvtanárnő volt, édesanyja is irodalmár, Lengyel Laura, Dánielné Lengyel Laura, és ő is egyfajta irodalmi szalont, mennyire a 50-es, 60-as években lehetett fenntartani, de hát nagyon sok íróbarátja volt, és időnként meghívta őket. Iván is régi barátja volt, Rába György, Kálnoki, Vidor Miklós, sokan. És egy alkalommal ott találkoztunk Anikónál, Ivánnal,
történt? Hát most erről tudnék, az a szívem szerinti dolgát készülködni, de mondjuk meg a minimális magánéletet. Nagyon érdekelne mondjuk, hogy hogy udvar volt Mándi Iván, de nem most ezt lenyeltem. Ezt. Lehet, hogy már nem is emlékszem olyan régen. Ugyanis ő, ehhez azt kell tudni, hogy ez külön bolyén és tényleg téma. Mándi Iván, a nő mesebeli szerelmese volt, hát szóval nem, azt nem lehet elmondani. Generációsan is más volt, ez más. Teljesen nem nőbolond, a nőknek igazából szerelmese, tehát el tudott állni. Hát kedvelte, finoman szóval. Mert el tudott állni, ha látott ezt szép nőt. Ez mit csinál, hogy tudja ezt ilyen polgári medelbe terelni? Jó napot kívánok! Magácska olyan kedves, tehát magának olyan kis rokonszenves vonásai van. Szóval el nem tudom képzelni. Nem azt hiszem, hogy mond, inkább mond. Irodalomról kezdtünk valamit. Olvastál az új könyvet? Olvastam, igen. És olvastam a könyvét, és akkor talán látjuk. Na jó. Most akkor még egy dolog, hogy nekem hát azt hiszem 3-4 ilyen főélményem van a Mándi Ivánnal. Az egyik, hát ezek a tanácsait, azok ugye naponta benne vannak a fejembe, nem tudom megfogadni, de igyekszem. A másik ugye az egyik fontos, a Liget, Várnai Tibinél a Liget galériában ő megnyitott valamikor ősrégenek kiállításomat, és utána nagyon sokáig ott maradt velünk, és akkor 1:30-kor ment haza. Akartam kérdezni, hogy emlékszik-e arra a Judit, hogy ugye, szerintem a Mándi Iván az viszont normális időben, emberi időben haza szokott térni, de a Liget galéria kiállítás után csavarodtunk, és nagyonféle furcsa helyeken beüldögéltünk, és nagyon varázslatos élmény volt. Hozzá kell tennem, hogy azok a helyek azóta mind megszűntek. Lehet, hogy szabad éjszakája vagy estéje volt. Hát elég. Lehet, hogy ügyeletes voltam. Talán az elég szabadnak tűnt ez az este. A Liget galériából ugye elindultunk a sarkon, ott most koreai valami vendéglő van, hát ott volt azt hiszem talán a fasor, akkor a Dózsa vendéglő meg volt, ott most kínai van, és így mentünk tovább, és hát minden, semmi, már szinte semmi. Talán a kukorica még megvan, de nem átalakítva. Nem, hogy hívják azt, ami tovább van a Dózsagyi úton, az a teraszos volt, az a nem kukorica, mi a neve? Paprika. Mindegy, ahol a babbal futtattak annak idején. Paprika, kukorica, keverem, paprika. Azt is átalakították. Az a lényeg az, hogy tettünk egy nagy kosmatúrát, és 1:30-ig beszélgetett, szemlélgette ugye a kiállítás mennyitóba felvonult lányokat mosolyogva. És akkor arra gondoltam, hogy mondjuk tulajdonképpen ő a nők szerelmese az életét köszönheti a házasságának, ott az irodalom, és akkor az élete úgy biztos. És akkor, hogy ha ennyire házas valaki, mint ahogy az Iván tényleg nagyon komolyan megházasodott, és nézegeti még viszont a nőket, akkor hogy van az, hogy akkor már örökkel le kell számolni, csak nézegeti. Tehát nehéz ügy, hogy akkor tulajdonképpen csak írogatunk arról, hogy XY milyen kis jópofa nő személy. Sok nem voltam féltékeny. Erre akartam rátérni. Az Iván esetében ugyanis szerintem sűrű lehetett volna féltékeny. Ő úton útfélen oda volt a szép nőkért. Nem is értem tulajdonképpen azokat a nőket. Hát miért ne nézhetne meg egy hát igen, egész pontosan így van. Egész pontosan. Erre gondolok. Na most egy nagyon szép élményem. Az Ipolmőszti főiskolán egyszer volt egy kurzusom, és nagy bátortalanul elhívtam Mándi Ivánt, hogy jöjjön el, meg a fiataloknak, én mesélhetnék ezt, de sokkal jobb, hogyha ott látnak egy embert, aki majd beszél, és majd igyekszik eldugulni. És a Mándi Iván feljött, és beszélt ott, és valami 400 fiatal lelkesen körbeült, és oda voltak érte, a fiatal ipolművészetisek, és olyan jó lenne visszakérdezni most őket, hogy mire emlékszenek, milyen volt, hogy ütött, mi volt az a hatás, hogy hívták őt ide-oda, ebből kérdés lesz. Igen. Hogy mennyire ment ő el? Szokott, igen. Nem szokta visszautasítani. Volt olyan, hogy Judit elment vele, látta azt a közönség reakciót? Tehát, hogy általában egyedül ment ilyen mindenhova, de hogy volt-e olyan, hogy a Judit is elment vele? Hát ha tudtam, persze, hogyha szabad volt a délutánom, vagy az és például színművészetések között volt? Ez nagyon érdekelne. Mert oda kellett volna úgyis meghívni filmesekhez, színész. Hát a színész barátaink, meg barátja az Ivánnak, színésznők, szóval azért voltak. Hát a Kalló Flóra nem mondom. Volt kap.
kapcsolatunk, igen, még a Domján Edith, aki az nagyon jó barát volt, főleg amikor ők még házasok voltak a Kalloflóriban, akkor Takács Katiék, Dömölki János, hát nem tudom, szóval ő azért a délelőtti kávézások a Lukácsban, vagy a művészben, azért nagyon sokszor úgy odaültek hozzá mások is, tehát ő nagyon szívesen beszélgetett. A délelőttőkkel kapcsolatban akartam mondani, fantasztikus, sokat gondolkoztam azon, hogy minden írónak, akiket ismered, megvannak a maga szertartásai, ahogy ír, hogy egyik ezt-azt viszik, megvannak az, hogy hány centit, mi töményed, sör, bort, kávé, zene, a szertartások. És amikor én ahogy a Mándi Évánt is ismertem, meg a Judittól is kérdezgettem, én egy dolgot tudtam magamba összeállítani a Mándi Évánnak az írói szertartásairól, hogy ő nem fogyasztott semmiféle ilyen alkoholokat, túlzott kávékat, nem tudom, semmi különöset, talán teázott, ha jól figyeltem. A kávét azért Hogy tulajdonképpen neki az volt a módszere, talán, ha ezt lehet így mondani, hogy ő nagyon ismerte a saját testi működését, és azokat a pillanatokat, ahogy beállítja azt a magát, mint egy óraművet, hogy reggel pontosan nekiül, akkor pontosan így, hogy minden hogy megy. Hát nem tudom, hogy ezt ő nagyon tudatosan csinálta volna, de rendszeresen. Szóval volt benne egy rendszeresség a napi időbeosztását illetően. Igen. Reggeli után egy-két órára mindig leült, akkor írt. Elment a kávéházba ebédelni, utána haza, akkor lepihent, mint mondtam. És akkor délután megint. Hát még Londonban talán nem írt, már nem tudom, hogy ott az Oxford Street-en, abban az olasz kávézóban lehet, hogy ott is azért valamiket följegyzett ezekről a kirándulásokról, amik aztán hát novellákban megjelentek. De azt mondtam is talán, hogy arra emlékszem, hogy Szigligetre, ugye amikor leszoktunk menni két hétre nyaralni, akkor mindig kértem, hogy ne hozzon magával munkát, meg papírt, meg írószerszámot, hanem akkor tényleg pihenjünk, kapcsolódjon ki, kicsit felejtse el a kötelező benzumot, és akkor meg is ígérte, hogy jó, az tényleg biztos jót tesz, és akkor két-három napig bírta, és akkor elkezdett keresgélni, meg kéregetni papírt valakitől, meg ceruzát, meg golyóstollat, tehát nem tudta a két hetet ki várni, hogy ne dolgozzon, muszáj volt. Ez azért nagyon fontos számomra is érdekel, ez azért fontos kérdés nekem, ez a beosztás dolog. Mert hogyha Mándi Iván valaki sokat olvasott és igazán ismeri, vagy csak egyszer olvasott, akkor őt igazán meg lehet ismerni egy könyvből is. Mert nagyon mélyen. Hogy tulajdonképpen a nagyon kevés igazán avantgárd magyar író egyike, én szívemben, én így gondolom. A nem létező magyar avantgárd irodalomnak szinte valami csírája. Hát itt nem tudom, meg lehet mondani, 3-4 ember tudok mondani még, akit úgy gondolok, hogy az a fajta előremutató irodalom. Hát ennek nem lett semmiféle utódja szerintem, elég szomorú. Úgy is néz ki a dolog. Most tulajdonképpen az ilyenfajta álomszerű irodalomhoz szokták azt mondani, hogy füves cigaretta is, és akkor az illető alkoholista volt, nem tudom miket ívott. Hát ezek klasszikusan az amerikai híres íróéletrajzok. Ehhez képest Mándi Ivánnak itt volt egy pokoli ország ugye a maga tragédiájával, és ő itt elegánsan szépen beül, és akkor 8-tól 12-ig, tehát van ennek egy ilyen furcsa diszkrét válja, hogy... Lehet, hogy ez talán a nem tudom, sok minden visszavezethető az apjára és az apjával való kapcsolatára, hogy az a bohémség, az a rendszertelenség, amit a apja vitt, gyakorlatilag az apja életmódja az ő életükbe, azt nem akarta semmiképpen, és talán ezért volt benne ez a kifejezetten szellemekről, következetes, kifejezetten folyamatosan egész életében szellemekről írt. Amikor én mondtam neki azt, hogy hát hagyjuk a csodába ezt a Budapestet, mert nem igaz, amit róla mondanak, hanem hogy ezek szellemek kísértetek, hát akkor kaptam tőle életem legnagyobb dicséreteit. És nagyon jól esett, azóta merek róla beszélni, mert valahogy úgy látszik, hogy azért nem olvastam annyira teljesen hülyén, amit ő írt. Hogy igazából
ezt a szellemet, vagy szellemkésetett világot rendesen például egy kritikába, vagy könyvismertetésbe, én nem láttam annyira finoman, hogy tulajdonképpen én szerintem máig hiányzik az, hogy a Mándi Ivánhoz egy igazán komoly finom írás. Mert vannak jó, persze, írtak jó indulattal, szeretettel, tisztelettel róla. De mindig ott vannak valahol ilyen közhelyek, egy kicsit, nem kapja meg azt, most nem azt mondom, hogy Joyce-i, de hát mégis valami ilyesmit mondani, azt a mélységét, azt nem dolgozták úgy föl, és a kísérleteket, a szellemeket, az egész érzeket, hogy olyan, mint nekem az a zakon, hogy nincs hozzá ország. Hát, még ez valóban várat magára talán, de hát... És most, amikor az életmű kiadás megvolt, akkor így valakinek, fiataloknak esetleg eszébe jutott, vagy valaki gondolta arra, hogy most akkor, ha megvan az egész, akkor... Hát ilyen nagy lélegzetű munka szándékában hát, nem igen. Keresett meg senki, nem tudom. Most átadnám Bátki János barátomnak, aki nem tudott jönni a Mándi New York-i fordítója, de van egy kérdése, azt mondta nekem a Jancsi, hogy de akkor még nem mondta, hogy ő nem jön, mert vendége jön. Kérdezd meg a Juditot Otlikról, mert a Judit sokat tud Otlikról. Sokat sajnos nem, mert eléggé visszahúzódó módon él, tehát legalábbis abban az időszakban, amikor hát én az Iván felesége lettem, és elég ritkán lehetett vele találkozni. Hát talán a legemlékezetesebb együttlétünk az egy tihanyi nyaralás volt, amikor Otlik megkapta a Kossuth díjat, eléggé beteg volt, csak Iván kapta 80-as évek elején volt ez, és akkor azt mondta, hogy ő ezt a díjat arra fordítja, hogy a barátait meghívja egy 3-4 napos nyaralásra, Klub Tihanyba, akkor az egy nagyon exkluzív nyaralóhely volt, nem régen épült a Balaton partján, szép szálloda volt, és akkor tényleg két csoportban. Egyik csoportban voltak az Ágnesék, Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, és a másikban pedig mi meg a Dömölkiék, a Takács Kati meg a Dömölki János, meg a kisfiúk. És hát nagyon érdekes nyaralás volt, nem tudom, szóval nem akarok itt indiszkrét lenni, szóval nem akarok se kiadni. Hát megpróbálkoztam a Jancsi kérdésével, de ez úgy látszik, hogy megint abba a kategóriába tartozik, amit otthon megbeszélünk. Tehát ez... Elég beteg volt, és elég szomorú is volt, szóval látni őt. De hát ez az ő nagyvonalúságát mutatta, hogy nem magára költötte, vagy nem ment el majd utazni, hanem a barátaival akart együtt lenni, meg a barátainak is akart egy szép emléket hagyni ebben. A Mándi Ivánnak voltak képzőművészbarátai, nagyon komoly képzőművészbarátai is. Hát részben én a Sugár János onnan. Egy ősrégi. Én onnan ismerem, hogy az köt minket ugye ilyen gyerekkorunkból össze, hogyha neki tulajdonképpen a papája az Mándi Ivánnak, tényleg azt lehet mondani, hogy ilyen nagyon belső. Úgyhogy mikor én a Jánosnak, a Sugár Jánosnak meséltem valamit a Mándi Ivánval, azt mondja, hogy hát ne viccelj, hát gyerekkorunk, ilyen kis gyerekkorunkból. És akkor éreztem, hogy sehol nem vagyok, hogy sokkal jobban ismeri. Igen, hát ez is egy olyan barátság a Sugár Gyuláékkal, akkor a Erzsivel, Sziszivel, meg hát Jánossal, kisgyerekkel, ami akkor kezdődött, amikor én még nem ismertem az Ivánt, és egy kis társbérletben laktam egy családdal, igen, és hát Iván nagyon sokat volt ott velük, és ez egy olyan társbérlet volt, ahogy nem tudom, szóljál Sziszi, hogyha nem jól mondom, de ti nagyon jó kapcsolatban voltatok, tehát egy ilyen kvázi baráti kapcsolat. Nagyon rosszul alakuló 17 évig lakott együtt. És Ivánnak egy nagyszerű terület volt, mert a nők úgy voltak, hogy olyan 15 éves korkülönbsége. Anya, lánya, fiatalabb nő közben, aztán kislány. És ő köztünk, mint egy csendes megfigyelő,
Igen, olyan jól figyelte meg az életeteket. Én éreztem azt, hogy ő kellemes, bájos társalgó volt bárkivel. És ott a konyhában, a társbérletben, az jövök, megyek. De neki ez egy terep volt, én azt éreztem, hogy ő itt dolgozik. És a Veronabella felszívja magába, és valahol fel fogja használni, hogy ő ebből akkor is megfigyel. Szóval ő nagyokat tudott nevetni, és jó humora volt, és egész különböző típusú emberek voltak azok. Mi festőművészek voltunk, ebben én a főiskoláról kirúgva, szóval pályánk Gellert kapott mondjuk akkor, de a társbérlők azok ilyen öntudatos, műszaki, civil házaspár voltak. A kislány viszont, mint az enyém, aki megette a Mikulát, vagy az én unokám, az úgy gátlástalanul közlekedett. Szóval ő megfigyelhette a generációkat, a vitákat. Nem szólt semmit, nagyon kellemes, tapintatos. Igen, kevés ilyen a Veronabellák. Ugye az Olgi, a társbérlők lánya igen. volt az Olgi, aki a Vera tulajdonképpen a Veronabellákban is, a Vera is társaságban. Akkor mindig hozzá kell adni 10 évet, 15 évet, és az Olgi-nak is most mamája volt, aki egy tűzről pattant. Klassz, 30-as nő volt, szóval valahogy nem tudom. Nem tudom kihagyni, hogy tulajdonképpen a Mandy Iván volt ezek szerint az ideális társbérlő. Nem. Hát én csak mint látok. De úgy értem, hogy aki mindenkit megfigyel, a tökéletesen finom. Nem. Ő dolgozott valahogy, ő neki ez egy terület volt, amit nem ismert. Egy család vagy családok, ilyen egymásra hány gyerek, mama viszonyok, szóval valahogy ez ugye az ő életében akkor nem volt. És nem volt ő, csak látszólag volt olyan törékeny. Belülről ő nagyon céltudatos és nagyon következetes ember volt, ami a munkáját és a művészetét illeti. Az, amit hiszik, hogy az Iván olyan mondjuk műszaki dolgokra tehetetlen, vagy valami, ő a pályáját, a művészetét, azt nagyon komolyan vette, abból nem engedett. Szóval nem volt egy törtető, nem haladt a stílusokkal, vagy ami talán hírnevet, vagy akkor úgy feldobták, hogy nem, ő következetesen megmaradta maga. Hát ez, emlékszem, ennek ára van. Mándi Iván megkérdezte tőlem, hogy átvegye-e a Kossuth-díjat. Azért külön találkoztunk egy kávézóba, és nem tudtam, hogy miért kell oda menjek. És nagyon komoly, súlyos hangulatba ült az Iván, megbántottam valamivel. Lehet, hogy a múltkor megbántottam valamivel, valami hülyeséget beszéltem. Nagyon megijedtem, ezt szigorúan nézett. Ültem, alig mentem leülni, kérdezni akarok valamit. Hát mondom, Jézus Mária, Kossuth díjat fogok kapni. Hát, most ezzel mit csináljak? Átvegyem ezektől, bocsánat, de szó szerint átvegyem. És én, akkor ő volt az első ember, aki életemben, aztán életemben négy ember kérdezte ezt meg tőlem, de a Mándi Iván volt az első, akinek ezt begyakoroltam, hogy elkölcsileg, hogy kell ehhez hozzáállni. Azt hazudtam neki, ezt a hazád adja Iván. És akkor mosolygott, kegyes hazugság. És úgy gondolkoztunk ezen, és üldögéltünk, és igazából tulajdonképpen majdnem egy háromnegyed órát üldögéltünk, úgyhogy többet nem fűztünk ehhez hozzá. Én nem tudtam többet hazudozni. A Flóri mesélte, Kaló Flóri, hogy hát őnek is körülbelül hasonló hangulattal, vagy kevés lelkesedéssel mondta azt, hogy most valami díjat adnak nekem. És akkor mondta Flóri, hogy milyen díjat? Hát Kossuth díjat. Hát, és ezt csak így mondod, és most mondod. Hát igen, de Tolsztojt többen olvassák. Szóval ez volt neki inkább a fontos, hogy az írásainak a hatása, nem annyira a díja. Egy dolgot még elmesélek, röviden, aztán kíváncsi vagyok egyébként, szerintem a Judit erre fél év meddig emlékszik, nem tudom, hogy egyáltalán ott volt-e. Én a Tolnai Ottó nagyon szeretett volna megismerkedni Mándi Ivánnal, amikor Pesten volt, egyszer mondtam neki, hogy gyere öregem, iszunk egy sört, energiát merítek én nekem, mert van egy engedélyem a Mándi Ivántól, hogy bármikor mehetek, ez egy fantasztikus bónuszom volt.
Egyszer-kétszer visszaéltem vele, hogy bármikor felhívhat öregem, hát egyszer éjfélkor felhívtam szerelmi bánattal, felvette a telefont és egy óra hosszat hallgatta, úgyhogy dobáltam a buszosokat, egy vagyonom ráment, de ő éjfélkor ott leült és meghallgatta a szerelmi bánatomat. Gondoltam, hogy már tolna jót, ott akkor felvihetem. De mondom, azért vendéget nem illik valakiért csak úgy felvinni, mert az rettenetes dolog, hogy a nyakára viszek valakit. Úgyhogy mondom, itt mondom, ottól leülsz a Spartacus presszóba, rendelsz valamit. Én az Ivánhoz felmegyek, beszélgetünk, nem tudom, és akkor majd felvetem neki egy pár perc múlva, hogy hát mit szólnál, hogyha Tolnai Otto is feljönne, mert itt ül a Spartacusban. És akkor hát ez volt, és elfelelkeztem a Ottóról. és mikor mondtam az Ivánnak, hogy Jézus Mária van, az Otto ott ül, akkor még neki is eszébe jutott valami, amit megbeszéltünk, és ő is elfelelkezett az Ottóról. Ezek után az ország egyik legnagyobb élő íróját leültettük a Spartacusba, feljött az Otto, és hát fantasztikus. De most azt kell tudni erről, hogy az írók általában betegesen kíváncsiak, különösen a Mándi meg a Tolnai Otto az a legkíváncsi magyar írók közé tartoztak. Hát ez nagyon jó megközelítés lenne, egy új beszélgetés, a hallgatózásig menő sötét kíváncsiság. Tehát már a szalonképtelenségig durván kíváncsiak voltak ők, az Otto még mindig ugye, műveli ezt a... És akkor az Otto feljött, szétnézett, és így röngen, mindent meg. És a múltkor én ezt akartam valamit mesélni, és aztán elfelejtettem, mellé beszéltünk, amikor eljöttem, a Judit kérdezte, hogy volt ez. Emlékszik erre valamennyire? Emlékszem, de hát idáig emlékszem rá, hogy lent felejtette. De mikor fenn volt, hogy akkor milyen volt az Otto a lakásban? Hát ez... Ja, hogy arra visszaemlékszem, nem. Meg az érdekel, hogy nézett ki kívülről ez a dolog. Nem emlékszem. Tehát az Otto megváltozott azóta, néhány évtized eltelt. Hát, szörő ugyanolyan. És hogy szétnézett, és emlékszem, hogy írt ebből aztán egy írást. És abban a következő volt, hogy hát ő úgy gondolta a Mándi Iván lakását, hogy hát az egy ilyen ablegényes piszoktanya. Tehát a pesti művész lerobbanva, nem tudom, sőt, hát az Otto meg is turbózta ezt az egészet, a tornai stílusában, indián fejdíszek esnek ki a könyvek mögül. A kalózok ládája áll a sarokba, a csontokkal, tehát valami nagyon durva, öreg porvos kalapok, sötét előszoba, folyosókon megyünk, és egy ilyen álomszerű Mándi valami novella. Ehhez képest hát egy polgári, teljesen rendes, rendberakott, élből vasalt lakás, ahol a Mándi elegánsan ugye szürke öltönbe, az Otto csalódott. És azt gondoltam, hogy hát ez a csalódás, hát ez valahogy ez parírozni kell, és éreztem, hogy amíg az írást olvastam, hogy hát valahogy szégyeli magát, hogy most beengedték, és akkor ez a kritika, ez nem lehet ilyet, próbálta parírozni. És azt mondja, hát igen, olyan a lakás, hogy olyan, nem tudom, olyan polgári, hát valahogy nem, hát ő nem szemétdombot, de hát egy párizsi művész valamit gondol. Na jó, rendben van, azt mondja, élbe vannak a könyvek, nem esik ki indián fejdísz, de éreztem a kísérteteket. És tehát, hogy Judit, tulajdonképpen ezzel lehetne úgy zárni itt ezt a dolgot, aztán utána még természetesen szabadon, hogy tulajdonképpen elvette a kísérteteit az Ivántól, vagy meghagyta a kísérteteit. És ez azért kérdés. Hát én azt hiszem, hogy meghagytam, legalábbis az írásai erről tanúskodnak, mert a késői novellákban is még... Na, mert én is ezt mondtam. Gazdagon jönnek ezek a álomban megjelenő, meg félálomban megjelenő figurák, igen. Meg amikor ő kergeti a kis értetet. És a Mándi Iván magához irodalmilag, ehhez a szellemvilághoz közelezett egyáltalán valakit? Most nem Pest vagy valami, mert a Budapest persze ez az. De hogy ehhez a szellemvilághoz? Érzett ő ebben rokont magán, ebben ő rokonát? Most egész világirodalomban gondolom. Nem tudom. Nem kortársak a gondolom. Nem, erről nem beszél. Nem méricskélte ezt. Ugye. Mert itt meg kell kérdezni a legbutább kérdés, de hát, hogy a kedvenc írója. Kedvenc írója Krúti, Kosztolányi, Gelléri Andor. Tehát magyar. Andre, hát a magyarok, igen. Határozottan. És az amerikai. És amerikai. Na meg az oroszok. Igen. Hát persze Kódinak meg Kódinak. Igen. Dostoyevsky, Csehov. És Amerikából mi? Fitzgerald. Igen. Igen. Remény vész ott van, hogy a nagy generáció. Igen. És Kerouac? Nem annyira. Érdekes. Tehát tulajdonképpen akkor végül is... Sylvia Plath például, ugye? Ja, apropó viszont ez akkor, viszont a Pirinszki,
Pilinszky, igen. Mert én nagyon sokszor hallom azt, hogy nekem néha úgy tűnik, hogy a Pilinszky verseinek az egyik legközelebbi rokona a Mándi prózája. Bizonyos darabokat érdemes lenne együtt kiadni. Tehát én nagyon szívesen javasolnám egy fiatal valami kiadónak, hogy csináljon egy olyan kötetet, hogy Mándi prózákból egy ilyen, majdnem, hogy egy ilyen, nem azt mondom, hogy tényleg ópiumszívó hangulatot, bocsánat, de azt simán ki tudnék adni egy ópiumszívó Mándi kötetet, pedig soha. Ne. Az ember csak álmodik. De tényleg, ha valaki nem ismeri, akkor azt gondolja róla. Ezért nagy meglepetés, hogy ilyen rendezett alak volt. Az írásaiból valami 19. századi londoni ópiumművól is kijön néha. És a Pilinszkynek és a Mándinak egy ilyen közös kötetet, hát én nagyon javasolnék, hogy valaki megcsinálhatna. Csodálatos könyv lenne, és előre mutató, ez most itt talán megmarad ez a... Úgy érti, hogy válogatni a versek bizony, közül, illeszkednek. Ugyanis én szerintem egészen különösen illik a, megmondom, a metróma a dolgoknak. A tőmondatok, a szalkatottság, az a fajta kicsit furcsán publista dolog, amit egyre erősebben érzek a Mándi Ivánnál, hogy ő a cetléket nagyon egyre gátlástalanabbul hagyta, nem érdekelte, hogy ki mit szól hozzá. Hagyta ezeket a cetliket, sőt van olyan, amikor tényleg összedobálta, és ettől teljesen kubistává válik. Tehát, hogy azért is nagyon érdekes, hogy neki a festészete még mélyebb köze kellett volna, hogy legyen. Még ennél is mélyebb köze kellett volna, hogy legyen, mert lehetett volna. Hogy tulajdonképpen ő azt hiszem, hogy kicsit olyan volt, mint a papám, aki azért nagyon nem verték meg fizikailag, mert itt azt mondják, hogy nem kínoztak embereket. Igen, de tulajdonképpen emberek elbújtak ilyetükbe. Tehát arról se felelkezzünk el, hogy emberek ilyetükbe elbújtak. És hát a lehetősége ott lógott a levegőben bármikor, bárki. Igen, tehát hogy azért, és a pofon lehetősége is megvan, igen. Tehát hogy nagyon könnyedén mondják azt, hogy valakit nem vernek ököllel, de mondjuk én tudom azt, hogy az édesapámnak a lelki állapota az mondjuk, én úgy volt, hogy egész gyerekkoromban, hogy én tényleg én őrült. Most csak egyszerűen hülye tudok lenni, de gyerekkoromban úgy alakult, hogy én tényleg megőrülök. És én nagyon nehezen kerültem ki abból, amit a papámtól kaptam, amit ő viszont szintén kapott. Tehát, hogy azért nem csak úgy van, hogy valakit vernek, hanem úgy van, hogy például, hogy alig él. Vagy azt kiteljesedik, de bezárva. Tehát ilyen furcsa. Bezárva kiteljesedés. Biztos, hogy megnyomorított életek. Igen. Persze. Igen. Hogy tulajdonképpen én erre azt szoktam mondani, hogy Magyarországnak egy kicsit szerencséje is van, hogy mi bolondokháza vagyunk, és egy ilyen nagyon szenvedő, szerencsétlen dolog. Amerikában is sokat tudnak szenvedni emberek, de a Várki Jánossal éppen azt beszéltük tegnap, hogy egy hatalmas ország, és az a hatalmas ország megmenti őket, az a nagysága az országnak. Itt meg össze vagyunk zárva egy ilyen szenvedésbe. És az a demokrácia, nem ez a demokrácia, szóval azért. Igen. Hogy tulajdonképpen a Mándi Ivánnak például, amikor a utolsó könyveibe, mondjuk utolsó 5-6 könyvébe nagyon erősen előjöttek ezek a politikai alakok, a régi Batthyány Lajos Kossuth, de különösen sokat Batthyány Lajos, hogy elkezdett ő foglalkozni azzal, hogy a Batthyány örökmécsesre látakodat üntetések vannak. Igen. Talán valami ilyesmivel tudnánk. Hát igen, mert amikor oda költöztünk, akkor a rendszerváltás előtti évek, ugye 85-ben költöztünk oda, és akkor kezdődtek ezek a tüntetések. Március 15-én, október 6-án, igen. És ott Mándi Iván ablak oda, aki nem tudná, Mándi Iván ablaka oda nyílik. Igen, ott álltak, és ott volt a közeli, hogy a Bátori utca valamelyik kis üzletében volt egy ilyen rendőrös, hát oda hurcolták be ezeket a tüntetőket, ott verték őket. Ott abból szóval a házból engem üvöltve kihajtottak, hogy nem fényképezhetek, mert kiderült, hogy ott rendőrség van. És a Mándi Iván arról is sokat írt, amikor elment, szétverték a tüntetéseket, akkor oda beparkoltak az autók, és azt írja, hogy ott parkolnak az örökmécses körül az autók. Azon a szóval, hogy... Hát igen, akadályozni akarták mindenképpen ezeket az összejöveteleket. Hát tulajdonképpen ezek azért hozzátartoznak a könyvekhez, hogy tulajdonképpen egy furcsa szürreálisnak is, simán szürreálisnak is mondható. Én most ezt a kubistát felkaptam magamba is, majd megemésztem és átgondolom, nem tudom, lehet, hogy csak hirtelen ötlet, de nagyon erősen ezt gondoltam. És akkor hozzájön ez a Magyarország, és hozzájön az, hogy mindez az író a maga bezárkózásával, fájdalmaival kap egy szép ablakokat, amin kinézhet a Batthyány örökmécsesre. Mindenkit csókolunk.
Köszönjük szépen. Talán ez így.